Sziasztok. Nem ott, de álljál a mi azért. Ja, a matricára is, ne arra is. Sziasztok, Kis Gergely vagyok a Midzsonámtól, a Midzsonám vezető. És mi is ez a Midzsonám? A Midzsonám, ez egy... Működik ez? Midzsonám az egy Java on iOS megoldás, tehát Java-ban lehet iOS alkalmazásokat fejleszteni. Miért akarunk mi Java-ban iOS alkalmazásokat fejleszteni? Azért, mert általában egy mobil alkalmazást azt iOS-re és Android-re is biztosan el kell készíteni, és ez a normál eszközökkel kódduplikációhoz vezet, ugye megírjuk Androidra Java-ban, és iOS-ra megírjuk Objective-C-ra. Tehát ehelyett sokkal jobb lenne elkerülni azt a kódduplikációt, és az egész rendszert mindkét platformra Java-ban írni. Másrészt pedig a Java és Android fejlesztők így rögtön iOS fejlesztőké is válnak. Így, hogyha Midzsonámot használjuk, akkor egy fejlesztőcsapattal mindkét platformra egyszerre el tudjuk készíteni az alkalmazásunkat, és ezzel időt és pénzt sporolunk, meg ugye gyorsabban tudunk piacra lépni, és ennek a menedzsment is nagyon fog örülni. Egy ilyen új eszköznél mindig egy nagy kérdés, hogy az Apple engedi-e ezt az App Store-ban. És a válasz igen, már van Midzsonámmal készített alkalmazás az App Store-ban, le lehet tölteni, ki lehet próbálni. Kicsit részletesebben az architektúráról, talán a legfontosabb, amit el tudok mondani a Midzsonám architektúrájáról, az az, hogy flexibilis. Ez azt jelenti, hogy nem kötjük meg a fejlesztők kezét azzal, hogy mostantól kizárólag Java-ban lehet fejleszteni, és minden más az csak egy ilyen utólag hozzágondolt valami, nem, hanem ha valamit Objective-C-ben, Assembly-ben kényelmes kifejleszteni vagy hatékony, akkor azt támogatjuk az első pillanattól kezdve, integráljuk az Eclipse-t az Xcode-dal, teljes mértékben szinkronban van a két világ a fejlesztés során, nincs olyan probléma, hogy nem tudunk natív könyvtárakat is használni. De ugyanakkor a Java-s világnak minden előnyét élvezhetjük, tehát azt a rengeteg kódot, amit megírtak már Java-ban, azt mind felhasználhatjuk. Az Android-nak a Dalvik virtuálisgépére épülünk, emiatt ez ugye mindenki ismeri gyakorlatilag, aki mobil Java fejlesztésben dolgozik, hogy mit tud, mi az, ami jól működik, mi az, ami nem működik. Ezek itt is úgy igazak. Hogyan oldjuk azt meg, hogy ez jól működjön? Néhány dolgot fogok csak elmondani már rövid időben. Az egyik központi komponens az a Node.js, ez egy új Java natív kötés lehetővé tevő komponens. Ugye ilyen itt, aki csinált már, az mindenki tudja, hogy soha többet körülbelül. És a Node.js ezzel szemben egy nagyon kényelmesen használható eszköz. Egyrészt csak annotációkkal, deklaratívan tudjuk a kötéseket definiálni. Másrészt támogatja nem csak a C, hanem az Objective-C konstrukciókat is teljes egészében. És hogy ne kelljen még annotációkat se írnunk kézzel, van egy automata generátorunk, ami egyébként Eclipse-ben van integrálva, tehát kényelmesen, ahogy itt a screenshot-ban is talán látszik, kitöltünk egy formot, megnyomjuk a run-t, és már is előállt egy akár nagyon bonyolult könyvtárnak is a használható bindingje. Természetesen támogatjuk a debugolást is Eclipse-ből, nem csak szimulátorban, meg mindenféle hostolt környezetben, hanem magán a device-on is, tehát közvetlenül Eclipse-ben indítjuk a programot, és az iOS-es eszközön fog futni, és ott tudjuk a breakpointokat, ahogy az elvárható egyébként. De jelenleg ezt senki más nem tudja. Integráltuk a UI designerét is az iOS-nek a Midzsonámmal. Ez azt jelenti, hogy szépen az Xcode-nak az interface builderével, vagy a storyboard-dal össze tudjuk dobálni a felhasználói felületet, és utána azt rögtön automatikusan elérhetjük Java-ból,
az action handlereket, azokat már Javában írhatjuk, és úgy, hogy kezelhetjük, mint hogyha az egész Javában készítettük volna. Maga a Midjourney az jelenleg a privát bétában van, és a weblapunkon lehet jelentkezni arra, hogy ha szeretnétek kipróbálni még a nagy nyilvánosság előtt. Köszönöm szépen, és várom a kérdéseket. Jó, és mivel ugye ilyen slideshow bárki tud csinálni, viszont itt a háttérben, amíg kérdések érkeznek, addig bemutatjuk élőben is, mármint felvételről élőben, hogy ez tényleg működik. Igen. Picit hangosabban lehet, mert nem... Bocsánat, még egyszer. Hát, hogyha jól hallottam, akkor a kérdés az, hogy garantálja bármi, hogy az Apple nem fogja azt mondani, hogy ilyet nem lehet a később érfolyamon? Nem, de ezt semmi más, senki másnak se garantálja. Ugye itt van a Unity is, amit ugye sokan használnak iOS-es játékfejlesztésre, rájuk is azt mondhatja bármikor az Apple, hogy bocs, de mostantól ez nekünk nem tetszik. Vagy a Xamarin is itt ugye hasonló dolgot csinál, tehát ez bárki számára problémát jelentett, és ugyanígy, ha objektív célban írtuk, ugye iOS 7 előtt lehetett a UDID-et használni, most már nem lehet. Tehát ez mindig is az Apple döntése maradt, hogy mit szeretne látni a platform. Igen? Hogyha elkészül egy Android-os applikáció, és utána ezt iOS-ra is pozitod ötöl az eszközzel, akkor körülbelül ilyen tehát a kérdés az, hogyha van egy androidos alkalmazásunk, akkor hogyha ezt átfordítjuk a Midjourney-nal iOS-ra, akkor a méret az milyen arányban fog ezzel állni. És a futás idő, mennyire lesz gyors, vagy jó a teljesítmény. A Midjourney-nál egy hibrid megoldást használunk, tehát egyrészt van interpreter is, ugye a Dalviknak az interpretere, illetve van egy Ahead of Time compiler rendszerben. Erre azért van szükség, mert az Apple az nem engedélyez Just-in-Time compilert az alkalmazásokban, és így, hogy egy ilyen hibrid megoldást használunk, lehetőség van arra, hogy futásidőre és méretre is optimalizáljunk. Tehát a szökő évente egyszer lefutó hibakezelő ágat azt nem kell belerakni natív kódba, hanem az csak a tömörebb bytecode-ban lesz benne, míg a gyakran futó részek azok natív kódban vannak. Annyi overhead-je van, hogy nyilván a Dalvik űrta és gépnek benne kell lenni, ez nem egy óriási méret. Nyilván a Hello World-nél látszik a különbség, de egy bonyolultabb alkalmazásnál nem jelentős a méretkülönbség. Illetve a másik dolog, hogy nem tesszük bele a teljes Java API-t az alkalmazásban, hanem csak azt, amit használunk. Tehát, hogyha XML parzert nem használsz az alkalmazásban, akkor a Java standard Java API az nem lesz benne a véges termékben, így is csökkentjük a helyi igényét az alkalmazásnak. OpenGL ES support, mennyire van? Van, tehát annyi, hogy ugyanúgy, mint bármelyik más framework-öt, a Nagy J generátorra legeneráltuk a megfelelő API-t és elérhető. Igen? Gortól, és milyen üzleti konstrukcióban terveztek az egész?
Tehát jelenleg az üzleti konstrukció az kialakítás alatt van, mint említettem már, beta tesztelés elérhető, és lehet jelentkezni beta tesztelőnek a honlapunkon keresztül. Tehát praktikusan ez decembertől már a beta tesztelők kezében lesz, akik most jelentkeznek. És széles körben pedig az még pontosan kialakítás volt. És akkor ezzel fordított a készített alkalmazást akár fel is lehet tölteni az App Store-ban? Igen, tehát már van az App Store-ban ilyen, amit ezzel készítettünk, de igen, ezt fel lehet tölteni. Nem is beta tesztelőkről. Ennek ezt még meg kell beszélni, de ott valószínűleg azt szeretném majd, hogy a beta tesztel, amit csinál belőle, mutassa meg nekünk, hogy nehogy olyan program kerüljön ki már a beta teszt alatt az App Store-ban, ami miatt azt gondolják, hogy a Magellan használhatatlan, de közben csak a elkészült program nem jó. Tehát itt valószínűleg ezt külön megbeszélés tárgya, hogy a beta teszt alatt készített alkalmazás az kikerülhet az App Store-ban. Köszönöm. Igen? Még volt egy kérdés, nem tudom. A további kérdés sörök alatt. Jó, akkor sörök alatt lesznek a további kérdések. Köszönöm szépen.